A gaz, ó, a gyom. A növénytermesztők egyik legnagyobb ellensége a kéretlenül növekvő aljnövényzet a szép rendezett kultúrnövénysorok között. Nem is csoda, hogy a szakemberek megállás nélkül fejlesztik a harci eszközöket ellenük. Én mindig azt gondolom, hogy olyan probléma nincs, amit nem lehetne megoldani. Olyan probléma van, amivel kapcsolatban későn keresnek meg minket. Pedig a legtöbb hozzáértő már jó régóta figyeli, hogy mi ellen is kell védekezni. Nekem édesapám is, nagyapám is a mezőgazdaságban dolgozott, valószínű a vele való kijárásnál találkozása a termelőkkel, a földdel, valahol ott alakul ki ennek a szeretete. Akkor lássuk, hogy miként lehet csupa szívvel kiirtani a gazt. Hogyha a mérföldköveket megnéznénk a növényvédelemben, akkor mindenképp az intenzifikációval kötném össze. Intenzifikáció. Hatékonyság, hatékonyabb tétel. Tehát a napraforgó egy extenzív növényből egy intenzív növényé vált. Az extenzív, vagyis külterjes gazdálkodáshoz képest belterjessé intenzívé vált a napraforgó. Tehát onnantól a föld ráfordítás hozam 3-as összefüggése határozza meg a termesztését. Nem magamtól tudom, utára néztem. Ahogy annak is, hogy még 5 évvel ezelőtt, 2017-ben is a gyomnövények voltak a gazdák legnagyobb ellenségei a napraforgó földeken. Akkor jött az alapgyomírtás, vagyis, amikor még a növény nem kelt ki, már lehet permetezni. De nem csak ebben segített a Syngenta. Gyomírtószer toleráns napraforgók jelentek meg a 2005-ös, 2006-os, 2016-os években. Ez nagyon nagy ugrást jelentett. Ez azt jelentette, hogy a napraforgót már posztemergensen is lehetett permetezni. Azt jelenti, hogy a napraforgó kikelt, és gyakorlatilag láthatóvá váltak a gyomok, hogy mi ellen kell védekeznünk. A következő nagy lépcső volt a gombaölőszerek. A levél, szár, tányérbetegségek elleni védelem. Ez azt jelenti, lefordítva termelői, fogyasztói nyelvre, hogy a növényt zölden kell tartanunk ahhoz, hogy fotoszintetizálni tudjon, a termését tudja kinevelni. Hogy ide eljussanak, nagyon sok információ kellett, ami nem az égből pottyant a fejlesztők ölébe. A termelőkkel való kapcsolattartás az mindenféleképpen fontos. Ugye egyrészt azért, hogy egy bizonyos szernek az úgymond az életpályáját tudjuk követni. Tehát ugye nyilván a termelői visszajelzések is nagyon fontosak számunkra, hogy egy bizonyos termék miként tud működni a valós üzemi keretek között. Az utóbbi években ez az adatszerzés még többet ér, mert az Európai Unió Green Deal szabályozásának értelmében véget ért a korábbi, mondjuk úgy, egyszerű gyomírtás. Annyi hatóanyag volt egy készítménybe bele, vagy egy kombinációba belevéve, hogy azzal szinte az összes problémát egy kezeléssel meg tudtuk oldani. Hogyha lecsökkentjük a szereknek a mennyiségét, ki kell egészíteni például formulációfejlesztéssel, ez azt jelenti, hogy a növény sokkal jobban fel tudja venni adott esetben azt a kevesebb hatóanyagot, amit a jövőben ki fogunk juttatni. Minél jobb gyomírtási hatékonyságot tudunk elérni, tehát minél kevésbé lesz gyomos az adott tábla, annál jobban tud a napraforgó érvényesülni. Értelemszerűen a termése is annál magasabb lehet. A növényvédelem másik nagy kihívása az egyre gyorsuló ütemben változó éghajlat. A világ egyik legnagyobb vetőmagfejlesztőjeként a Syngentának az egész földkerekségről vannak részletes és folyamatos mérési adatai. Ezzel is sok dolga van a szakembereknek. A növényvédőszereket, a technológiákat adaptálni kell a mi klímánkhoz, és mi ebben játszunk nagy szerepet, mint fejlesztők. Mi is járjuk az országot, képbe vagyunk gyakorlatilag azzal, hogy az ország területén mi zajlik. És nyilván, hogyha látunk valahol valami érdekességet, vagy egy olyan problémát, akkor mi is megállunk, hogyha van időnk, oda megyünk, megnézzük, és természetesen gondolkozunk azon, hogy itt mi lehetett a probléma. Így vagyunk összerakva, mi növényvédelmi szakemberek, hogyha valahol problémát látunk, akkor nyilván elkezdünk ezen gondolkodni, és megpróbáljuk megfejteni, hogy mi lehetett ott a probléma, vagy éppenséggel mit nem végezhettek el. Azzal tehát nincs gond, hogy észrevegyék, mi a baj.
hol lehet fejlődni. Ráadásul egyre újabb és újabb területek jönnek be a mezőgazdaságba, amelyek jelentős előrelépést jelenthetnek a közeljövőben. A Syngent nyit a biológiai termékek irányában, most építünk ki egy új üzletágat, ez egy nagyon új terület, például ott vannak a biostimulánsok, azaz azt jelenti, hogy természetes anyagokat használunk arra, hogy a növények stressz elkerülését, stressz elleni védekező mechanizmusát növelje. És ha ez nem lenne elég, ott vannak még a legfrissebb technikai újdonságok is. Olyan applikációt fejlesztünk, ami segíti a permetezést, hogy a permetezés is még hatékonyabb legyen, még jobban fel tudják venni a növények például a gyomirtószereket. Ha minden adott és a gazdák is partnerek, abban az esetben pofon egyszerű a sikerfokmérője. Az én munkámnak a legnagyobb elismerése az, hogyha látjuk azt, hogy a munkánknak a gyümölcse miként realizálódik a szántóföldön termésbe a gazdáknál. A személyes sikeren túl persze ott van a közös cél, amire ugyancsak van egy egyszerű recept. Ahhoz, hogy a 6 tonnát meg tudjuk valósítani, integrált szemléletre van szükség. A növényvédelmet, a nemesítést, a digitális technológiát be kell hozni a gazdálkodásba, ahhoz, hogy fenntarthatóan tudjunk termelni a jövőben. Ez utóbbi igen fontos, mondhatnám kulcsfogalom. A fenntarthatóságról még sok szó esik a következő részekben. Tartsanak velünk akkor is!